Több héten át tartó készülődés előzte meg ezt a hetet. A gólyák már nagyon várták. Vivian is nagyon hamar beilleszkedett az iskola közösségébe. Hát a suliban nagyon jól érzem magam. Az elején azt hittem, hogy kicsit kellemetlen lesz ide járni, de végén már nagyon összecsiszolódtunk az osztállyal. Hát izgulunk nagyon, de úgy érzem, hogy egész jó az a tánc, amit együtt kreáltunk az osztállyal. A hét minden napján különböző feladatokkal várták a gólyákat. Kristóf hangulatosnak tartja az új iskoláját. Hétfőn egy kivetítőn szólt a zene, és táncolt hozzá egy rajzfilmfigura, és azt kellett nekünk követni. Le voltak írva táncmozdulatok. Kedden pedig kiálltak a színpadra a végzősök, és a Cinege című dalt kellett énekelni és táncolni egyszerre. Minden osztály elkápráztatta a zsűrit egyedi produkciójával. Volt először egy kiadott feladat, hogy minden osztálynak az adott zenére kellett csinálni egy táncot, és egész héten gyakoroltunk, és előtte is az osztály együtt próbálta össze. A táncokat pontszerző feladatok követték. Egyebek között egy quizt kellett megoldani a filmcímekről, táncolni kellett úgy, hogy a labda le ne essem. Végül az osztályfőnököket is bevonták a feladatokba. Őket ki kellett sminkelniük. Természetesen minden osztályfőnök igyekezett a legtöbbet segíteni a gólyáknak és felkészíteni őket a mai napra. Mindig megbeszéltük, hogy mi a másnapra a feladat, megbeszéltük, mibe kell felöltöznünk, és Facebook csoporton keresztül is kommunikáltunk egymással, és az én instrukcióimat követve minden nap úgy jöttek az iskolába, hogy felkészültek a lehetséges programokra. Így a háttérből segítettem a gyerekeknek, meg figyelmeztettem minden nap őket, hogy mit ne felejtsenek otthon, például a kitűzőt, azt ugye minden nap kellett hordanunk, meg hogy nagy szünetekbe oda mentem, hogy lássák, hogy azért támogatom őket, készítettem felvételeket róluk, amit minden nap végén megosztottam velük. A mostani végzősök örömmel emlékeztek vissza a saját avatásukra, de nem bánják, hogy most már ők adják a feladatokat. Mi alapján állítottatok össze a feladatot? Hát leginkább úgy állítottuk össze, hogy a fiatalok be tudjanak illeszkedni közénk, fel tudjanak hangolódni hozzánk, hasonlóan átvegyék a mi ritmusunkat, hogy mi hogy éltük meg a kampányt, és igazából hangulatosan. Szerinted miért fontos egy ilyen avatás? Hát leginkább azért, mert igazából ők egy közösségbe csatlakoznak, és szerintem ez elég fontos ahhoz, hogy ők is érezzék, hogy milyen egy adi érzés, meg hogy bele tudjak illeszkedni közénk. Patrik a saját avatásának egyik maradandó emlékét mesélte el nekünk. Hát amire én emlékszem még a gólyavatomról, az volt, hogy amikor ugye ott még egybeesett a diákigazgató választással, és nekünk az volt a feladatot, hogy az aulába végig kellett menni fókamászásba, katonakúszásba, és közben meg ugye női fürdőruha volt rajtunk. Ezt szerintem ez nagyon jó volt, meg a másik, amikor nálunk volt egy ilyen, ez már a versenyen volt, egy ilyen karaoke feladat volt, ami szerintem nagyon jó volt. A gólyaavatás közösségformáló. A bejövő osztályokon belül kialakulnak barátságok. Az iskola ezáltal fogadja be őket a közösségbe.